majd annyi, hogy én mondjak egy őszinte valamit róla, hogy ez bor. Na, azt ígértem, hogy megkóstolom a borokat. Azt ígértem a Máténak, hogy megkóstolom a borokat. Úgyhogy, vagy fröccsöket, bocsánat. Kóstoljuk meg akkor. De akkor legelőször kezdjünk már egy rozéval, jó? Hogy elkapd ezt az eper vonalat, meg a természetes gyümölcs vonalat ebben a sztoriban. Baudry Rosé 2019, Tesco borkatalógus. Meg tudod kóstolni. Hoztam porrat, láttam. Így megszabad fognak porrat? Nem. Abszolút nem, nem. Hát azért van szára. De ez annyira adja magát, nem? Ez olyan furá, olyan, mint a kurvák a lilium szárat, úgy így fogják pontosan, nem tudják, hogy mit csináljanak vele. Így meg mit fognak a kurvák? De ne, én nem, marékra fogtam, hanem így meg lehet fogni, nem? Meg lehet, csak azzal, hogyha itt fogod meg a porrat, akkor egyrészt összetapizod, másrészt meg megmelegíted az italt. Ó. Tehát indokolva. És van, aki így fogja, egy is lehet, nem? Igen, onnan ismered meg a borsznobot, hogy így fogja a porrat. Tényleg? Na, jó, Isten, Isten. Azok. És akkor beleszagolok, mintha értenék hozzá. Jó, de azért az eper csak megvan. Szamóca. Na, tehát... Somálier leszek. Oké, és szomeliért. Ennyit ér látod egy magyar szomelier bajnok. Pont ugyanazt el tudom mondani. Na, egy háromszoros magyar szomelier bajnok. Na jó, kóstoljuk meg. Szerintem elmúlt ér, úgyhogy nyugodtan. Kár kiköpni. Nem, most érted, ha nem köpnék, már rég esték alkoholista lennék. Na, jónak mondom. Ez nagyon jó. Nagyon. Ennyit tudok én is mondani, nagyon na, de jó. De hogy... a bornak, szerintem, tehát én azt gondolom, hogy a boroknak két fontos kategóriája van, az egyik az ízlik, a másik a nem ízlik. Az összes többire meg ott van a szakma, majd mi szétszínzáljuk, meg elemezgetjük, de Baudry Rosé 2019, Szekszár, szerintem egy szuper jó bor. És most itt helyettesíti az SM Sommelier Rosé-t, mert hogy ebben a pillanatban az SM Sommelier Rosé-nk nincs itt, de azt is megtaláljátok egyébként a polcokon. De szerintem ennél jobb rozét nem kell keresni, szóval szerintem tök jó. Hát Szekszárdon híresen jók a rozék, nem? A rozék is, kékfrankosok is, vörösben is, rozéban is szerintem nagyon szép. Szekszárd nagyon jó úton van, azt gondolom. Tehát nem véletlenül készült el egyébként a mi borunk is a vörös a Szekszárdról, mert nagyon hiszek a borvidékben is, és fontos, hogy ezt megmutassuk szerintem az embereknek. Ja. De jó bor, most mondta, hogy nem jó bor. Ez volt a legelső, amivel kezdtem, hogy én, mint laikus borfogyasztó. Mondhatnánk eddig a legjobb, nem? Igen, egy per egy. Na, de tényleg, tényleg. Jó, na jó, kóstoljuk meg a fröccsöt. Kóstoljuk. Melyik fröccsöt? Miért van ennyi féle? Tehát annyira sok féle van, hogy nem, hátulról csak a ruhájukat látom, és ezért tippelek, hogy mi az egyik ilyen techno lilába van, a másik meg ilyen... Van, a gyöngyöző boraink vannak, ezek a dicsértesség borkoktélok, illetve a régi és az új fröccsök. Hát, szerintem a gyöngyöző bort azt most inkább hagyjuk ki, mert az mint egy lórugás olyan erős. Miért? Hát tele van ugye szénsavval. És, és ugye az, amikor beletolja a fejedbe a szénsav, az annyit jelent, hogy a gyomornyák a hártyádban vérbőséget okoz, és sokkal gyorsabban felszívódik az alkohol. Tehát tényleg így megiszol egyet, és 2-3 percen belül így kipirosodik az arcod, úgyhogy érzed. Mivel nem olyan kasú, mint amilyennek látszik egyébként. Még épp, hogy csak elmúlt dél ezért. Szerintem inkább a borkoktélt kóstoljuk meg, jó, mert jó. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Jó. Na, majd rá. Hogy szabad-e bort ízesíteni. Jó, nem akarok szakmázni, de ne a fröccsel kezdjük? Csak kérdezem. Hát, de mégiscsak szakmázunk. Jó, kezdjük a fröccsel, és utána ízesítettet. Na, hogy legyen egy íve a dolognak. Csak ezt, jó, oké, csak a... Kijöntöd, hogy megiszod? Nyilván megiszod. Tessék, de az nem ment át, hogy hol fogja a porrat, érted? A következő, jó, nem baj, semmi gond. Gyakorlom, figyelek rá. Jó, ez fontos. Na. Rozét ígyunk, vagy fehéret? Hát figyelj, most rozét ittunk, kóstoljuk meg a fehéret. De csak azért, mert rozét direkt fogtad. Azért, mert azt fogtam. Persze. Csak a legjobb hang. Ez tényleg a legjobb hang egyébként. Figyeljtek, ez jól lehűtve, ez szerintem én ezt nem jutott látom. Az asztalra is. Nem baj, fertőtlenítünk. Köszönöm. Igen, ez már alapból pohárban van, úgyhogy kár kitölteni ilyen flancos kristályvázába. Jó, de most ilyen covidos időszakokban nem, itt most megy másfél év után, itt iszogassuk a dobozt. Nézd, hogy fogom. Hoppá, profi!
Figyelj, nagyon tiszta, gyümölcsös illat. Ezt a gyümölcsöst akartam mondani, annyit még én is értem. De abszolút, tehát ez teljesen, tehát szét lehet elemezgetni egyébként nyugodtan, de tényleg licsi, fehér virág, abszolút barack, tök jó. Tehát nem érzem sznoboskodásnak azt, az ember kicsit elengedi a fantáziáját, és ami az illatról eszébe jut, azt kimondja. Tehát, hogy én azt szoktam erre mondani, hogy nem tudsz nagyon nagy hülyeséget mondani, mert ez van annyira szubjektív, hogy neked egy kicsit más van benne, mint nekem. Vannak objektív dolgok, amik meg fognak benne jelenni, mint hogy ebben is van citrus, meg van citrushéj, de lehet, hogy te például észreveszel benne olyan dolgot, amit én nem, vagy fordítva, mondjuk bodzát. Ja, bodz, most, hogy mondod. De tök jó. Kellemesen el lehetne behűtve szükürtyűni belőle. De tényleg? Tehát, hogy... 8 kötőjel, 10 dobozzal. 18 éven felüljék. Észrevétlenül. Figyelj, őszinte véleményt kérdeztél, tök oké. Tehát, hogy ez egy light fröccs, egyébként inkább nagy fröccs, mint kis fröccs. Nem? Nem. Hát ízre igen, de hogy szerintem a gyümölcsössége miatt egyébként az 1-1-es. Uh-huh. Azt mondták a régi fröccsénkre, ami tényleg nagy fröccs volt, hogy az nagyon erős. Egyébként szerintem csak a fogyasztók voltak gyengék. How dare you? De egyébként, ha jól emlékszem, talán valami 7,1%? 7,1%? Jó, ezt látta, de szerintem láttam, hogy nem a fröccs erősöm, te vagy gyenge, nem volt valami ilyen posztotok. Volt. Imádtam. Féltek, ez light, tehát ez simán lehűtöd, iszogatod. Most itt van a vénasszonyok nyara, kiúsz valami stégre, vagy gumicsónakból. De akkor szerinted nem megszentségtelenítés a bornak az, hogy palack helyett alumínium dobozba van? Figyelj, Jedlik Ányos óta tudjuk, hogy a fröccs egy jó dolog. Tehát ez a szóda feltalálása óta tudjuk, hogy ez egy jó dolog. Én azt gondolom, hogy a csomagolás az teljesen harmadlagos kérdés ebben a témakörben. A belvilág, a beltartalom a lényeg. Ezt is mindig elmondom, hogy nem címkét iszunk, hanem bort. Tehát ez egy fontos dolog. Ne legyünk ilyen értelemben sem sznobok, hogy ha tetszik, vagy nem tetszik a címke, nyilván elképzelhető, hogy nem tetszik, de hogyha esetleg nem tetszik a címke, akkor is vedd le a polcról, kóstold meg, mert ami tehát a beltartalom, a belvilága a fontos. Az Alukán szerintem azért egy tök jó formátum, mert érted, elfér a pohártartóban, nem tényleg, szóval, hogy ez könnyű fűnyíráshoz, érted, magaddal viszed a gumicsónakba, a Balatonra, én nem tudom. Pilóta fülkébe. Meg ugye Greta Thunberg approved, tehát, hogy megmentjük a bolygót, mert ugye ez a legkörnyezett kímélőbb csomagból. És arról nem beszélve, hogy ugye újrahasznosítható, nekem ez a mániám, ez a szelektív hulladékgyűjtés, már szerintem a családom, akinek ez szintén fontos, szerintem még náluk is durvábban tudom ezt. Sőt, nekem most 4,5 éves a lányom, de ő tudta már ő 2 évesen is, hogy melyik kuka a szelektív és melyik nem. Tehát ez szerintem tök fontos. Megfogod, megiszolod, szelektív kuka, bum, mész tovább. Könnyen, gyorsabban hűl le a dobozban, sokkal, már pedig egy fröccsnek van egy fontos feladat, hogy hideg legyen. És a másik, hogy szerintem könnyű használni, nem akkora mennyiség, amit még visszazárnál, tehát ezt azért érted, ha ennyit nem tudsz meginni, meg kisenyi is. Apám a borra szokta ezt mondani, hogyha nem tudsz meginni egy palackot, akkor kisenyi. Igen. Szerintem, hogy ez nem akar több lenni, mint ami. Őszinte, és szerintem én ezt szeretem. Figyeljetek, ez egy jó minőségű cucc, ami benne van. Tehát, hogy nem kiemelkedő, nem kiváló, nem váltja meg a világot, de nem az a feladat. Megköszönjük szépen amúgy. Nem, tényleg, tök jó. Nekem tetszik. Jó, én nem köpöm ki azért. Na, de kóstoljuk már meg a dicsértességet. Melyiket szeretném megkóstolni? Annyira jó a név, nagyon tetszik a név. Köszönjük. Van egy ilyen epres szamószás jellegű, és van egy bodzás. Arról nekem valaki már mondta, hogy nagyon jó az epres szamószás. Az, meg most úgyis kóstoltunk egy rozét, és beszélgetünk a természetes gyümölcsről. Nézzük meg, hát próbáljuk ki. Azaz, epres szamószás. És akkor a hang... Ah. Köszönöm. Nem akarok túl sokat tölteni, bocsánat. Nem tudom, mennyit illik tölteni. Túlzásban ne vigyük. Tök szép szín, tök szép rozészín, halvány rozészín. Erre megy a világ egyébként, ebbe a rozészín irányba. Tehát ebben nagyon halvány, szép színben. Hú. Ez most valami LMBTQ utalás volt, vagy? Ez ilyen... Fú, brutál, orba vág az illat, tehát nagyon intenzív az illat, tehát ez világos, hogy nem egy tiszta rozéról van szó, hanem valamilyen aromatizált dologról. Figyeljetek, ha az undorító, vállalhatatlan ízű, tutti-fruttis energiaitalt meg tudják inni az emberek, ez felüdülés ahhoz képest, érted? Ne, egyébként tényleg szamocás az. Olyan, mint egy málna szörpös üdítő. Aha, egy málna szörpös üdítő. Valaki mondta egyébként, hogy... Csak megcsavar egy kicsikét. Mennyi talán?
Hát ilyen, azt hiszem, hogy 5% körüli alkohol van benne, úgyhogy ezért óvatosan illik fogyasztani, főleg a meleg időkben, még úgyis egy jó kis vénasszonyok nyara elé nézünk. Most megkóstoljuk a 100 legjobb magyar borba is, borlistájára is felkerült aszunkat, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, 2017-es évjárat, nagyon fiatal egyébként. Közben egy kis vízzel légy szíves, öblítsd ki a poharad, mert ez a szamóca, ez nagyon, nagyon intenzív. És akkor megkóstoljuk, kibontjuk az aszút. 2017, tehát nagyon-nagyon fiatal aszú. Kicsit megnyugodtam, hogy azért a vizet nem itt ad meg, nem, hogy itt összeomoljon a keringésed. Azt nem veszi be a szervezetem egyébként a sima vizet. Nekem meggyőződésem, hogy az aszú az a, az a hazai, és egyébként a világbor készítésének is a, az egyik csúcsa. Hát ez, szerintem... ez a borok királya, a királyok bor a 14. Lajos? Így van. Töré érettségi ötös. Te pif, minden van. Na látod, tessék. Erre mondják, hogy desszertbor, ugye? Van ilyen kifejezés. Van, de én nem szeretem használni pont azért, mert szerintem az aszú annyira széleskörűen felhasználható, hogy nem szeretem így beskatujázni. Tehát, sőt, én azt gondolom, hogy csomóan kérdezik tőlem, hogy és akkor én most izé gáz vagyok, hogyha édesborokat szeretek. De úgyis, csak jó minőségű édesborokat így áll. Tehát az aszunál nincs följebb lévő minőség édesborban. Én tegnap mindig azt szoktam mondani, hogy folyékony arany, és ezt így is gondolom. Szerintem fantasztikus illat, fantasztikus íz, de szagolj bele, olyan intenzív az illata, mint az aromatizált dicsértességnek, és ez teljesen természetes. Persze, hogy édes, hát milyen legyen egy ötputonyos aszú, hanem édes, de ezzel együtt frissítő és citrusos. Hát az édes. Hashtag nem köpött ki. Jó, édes, de... De ezt még te se? De nem. Aszút nem köpünk ki, ez az alapszabály. Na milyen? Hát rohadt édes. Én bevallom, én nem vagyok az édes boroknak a nagy híve. Olvastam egyébként az aszú palaszkán, hogy ez nagyon édes, és mégis sütemények mellé érdemes fogyasztani. Igen, mert van egy ilyen aranymetszése, vagy egy ilyen aranyszabálya, inkább így mondanám a borétel párosításoknak. Sok szabály vált már mára kicsit elavultá, és lépett túl ezen a csúcsgasztronómia, de azért az egy fontos szabály, hogyha édesség mellé, vagy édes étel mellé édes bort párosítasz, akkor a bornak egy kicsit édesebbnek kell lennie, mint az étel, ami mellé oda teszed, hogy ne váljon jellegtelenné az étel mellett a bor. Tehát, hogy a bornak a karakterét is visszakap, vagy megkapd. Ezzel együtt én, ahogy mondtam, én nem hiszek abban, hogy csak desszertek mellé érdemes aszút fogyasztani. Én nagyon szeretném, hogyha az ünnepek italává tudna válni, ez tényleg a... Karácsonykor ilyen hagyományos egyébként talán. Igen, de hogy azért kerüljön elő egy névnapkor is már, vagy kerüljön elő egy szülinapkor, vagy érted, legyen ott egy diplomátadón, vagy egy osztón, hogy ne csak pezsgővel ünnepeljünk, hanem ünnepeljünk aszúval is, mert egyrészt ez egy hazai dolog, másrészt egy abszolút unikális és gyönyörű dolog, harmadrészt meg én hiszek abban, és ezért kerül a mi aszunk is abszolút elérhető áron polcra, hogy ez azért eljusson az emberekhez, hogy ez egy szuper csoda. Szerintem a legtöbb ember fejében az van benne, hogy az aszút azt a turisták viszik haza, amikor nyaralni jönnek, és az ajándékboltból, mert hogy az a legmagyarabb magyar, és akkor a téli szalámi mellett az aszút kell elvinni. Igen, de ez nem jó. Hát érted, budapestiként te is néha fölmész a várba, mert azért az csak szép. Tehát, hogy én pont ezen az Allegorián indulva szerintem azért legyen ott van. Kibontott el az aszút, és itt van két darást, kimondom. Hát mert tudják, hogy mi a jó, mert tudják, hogy mi a jó, ez így van. Ja. És mit üzenni azoknak, akik fölütik szódával a tokai aszút? Hello darkness, my old friend. Én azt gondolom, hogy... Puska kellett volna, bazd meg. És végezetül mit üzenni azoknak, akik a tokai aszút szódával ütik fel fröccsnek? Figyelj, én azt írtam a rozénak, meg a fehérboroknak is a hátcímkéjére, hogy jó fröccsöt csak jó borból lehet inni. A mondat másik fel az lett volna, hogy kiváló borvétek. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket én nem kultiválok annyira, azért azt, hogy ne szódázunk fel. Megvan annak a maga alapbor, ami szódával még jobbá tud válni. Szerintem, hogy azt csak rontani tud a szóda őszintén. Tehát, ja, ebben nem kell. Hát mégis csak kiköpöd. Ezt majd megiszod a végén? Atyaúst! Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, szerintem rohadt jó volt, és... Jó, hogy összehoztuk, ja. Egy kis etikettet, meg illemtant is tanultam, hogy érdemes poharat fogni. Illetve a borról is megtudtam egy csomó dolgot. Például, hogy a tokait kell ugye a legvégén kóstolni, csak ezt a kamerában már nem mondtad el. Mert hogy a nagyon édeset kóstolod először, akkor minden bor száraz lesz utána. Szárazabban fogod érezni, igen, érdemes, cukor szerint. Szerintem király lenne, ha még majd csinálnánk ilyen videókat. Jó, szeretem a kívásokat. Jó, nyomjuk. Oké. Okay. Köszi szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót, úgyhogy Matyival még tervezünk egyébként több ilyen részt is. Ti is jelezzétek kommentben, hogy tetszette.
Úgyhogy köztes majd besz. Cső. Ez kurva jó volt. Köztes majd besz.